Már mi is többször beszámoltunk róla, hogy tavaly augusztusban született egy olyan kormányzati döntés, hogy a cégek által kötelezően fizetendő népegészségügyi termékadó 10%-át felajánlhatják konkrét célokra, amelyek az egészséges életmódot szolgálják. Hogy hol tart ez a folyamat, és milyen ötletek vannak, és kik segítik ezt a munkát, erről fogunk majd beszélgetni. Egyrészt az Aktív Magyarországért felelős államtitkára, a Révész Máriusszal, jó reggelt kívánok, és Babai Lászlóval, aki a Magyar Életmód Orvostani Társaság alapítója és elnöke, és egyben a NETA bölcsek egyik tagja. És először, ha megengedi, akkor kezdjük azzal, hogy kik a bölcsek, mi a feladatuk ebben a folyamatban. Jó reggelt! Hát mi azt a megtisztelő felkérést kaptuk, hogy az előbb említett adó felajánlásokból gondolkodjunk, hogy milyen programokat érdemes, milyen népegészségügyi, egészséges életmódot elősegítő programokat érdemes létrehozni, támogatni, tehát ötletelni, dönteni, ellenőrizni, ezt az egész adó elköltését szakmailag támogatni, társadalmilag bevezetni. Ezek nagyon jó programok amúgy, és láthatóan tudatosan végig van gondolva, hogy kik azok a csoportok, akiket aktivizálni kell. Mit lehet a programokról elmondani? Igazából tulajdonképpen ez a beszélgetés az előzőnek a folytatása. Tehát, hogy ugye van egy felmérés, ami azt mutatja, hogy Magyarországon nagyon keveset mozgunk, 59% nyilatkozott, ugye, hogy soha nem sportol, további 15, hogy nagyon ritkán. Ennek pedig az a következménye, hogy mondjuk a várható élettartamunk az 4,5 évvel elmarad az unió átlagától. A fiúké jobban, a lányok azok egészségtudatosabbak, de mindenképpen lehet tudni, hogy nagy baj van. És hát ezen szeretnénk változtatni, és ezért született a kormánydöntés, hozzánk került ez a forrás, de én úgy gondoltam, hogy felállítjuk ezt a NETA bölcsek tanácsát, aminek az a lényege, hogy nagyon sok sportesemény szervező van benne, és nagyon sok egészségügyi szakember, mint például a Babai úr, és igazából ez a szövetség ez sosem volt, tehát ezek az emberek soha nem találtak egymásra, és van egy olyan futatása a WHO-nak, ami azt mutatja, hogy az egészségállapotunkért mindössze 18%-ban felelős az egészségügyi ellátórendszer, ellenben az életmódunk az 37%-kal. Tehát, hogyha az életmódunk nem változik, akkor akármennyi pénzt locsolunk egyébként az egészségügyi ellátórendszerbe, akkor olyan nagyon-nagyon nem fogunk tudni előrelépni, mert sokkal nagyobb hatása van az életmódunknak az egészségre. És ezért indítottunk el nagyon sok programot, tehát nekem az egyik kedvencem, amit én zászlós hajóvá szeretnék tenni, ez a mozgást receptre. Ez Új-Zélandról indult, skandináv országot bevezették, de több más európai országban is ez működik. Tehát, hogyha egy beteg ember elmegy az orvoshoz, mondjuk kezdődő magas vérnyomás, akkor nem feltétlenül pirulát írnak fel neki, amit aztán 2 év múlva növelnek, aztán egy erősebb gyógyszerre váltanak, hanem azt írják fel neki, hogy tessék elmenni hetente 4-szer úgy mozogni, hogy legalább fél órán keresztül a nyugalmi pulzus a 30-40%-kal magasra, és ehhez mozgástanácsokat adnak. Van egy leírás, és például Babai doktor úr az ezen a programon dolgozik, de ezen kívül nagyon sok más programot, tehát van egy programunk a 16 tonna, azt szeretnénk, hogyha 110 fős csapat egy év alatt 16 tonnát fogyna le, tehát ez a program is kidolgozás alatt van, akkor vannak ezek a kardiovaszkuláris tanösvények, tehát hogy ilyen ösvényeken, kijelölt utakon kirándulnak az emberek, megfelelő helyeken a pulzust, véroxigén szinteket feljegyzik, megküldik, és ez alapján nagyon sok betegség kiszűrhető, és még nagyon sok különböző program van. Szóval ötletek vannak, van olyan, ami már ki van dolgozva, csak a pénz kell hozzá. Mennyire nyitottak erre a vállalkozások, mennyi pénzt gyűlt eddig össze? Hát eddig 870 millió forint folyt be, ugye minden hónap 20-áig rendelkezhetnek a cégek a netájukról, mi mindenkit igyekszünk felkeresni, igyekszünk meggyőzni a jó programokkal őket, és hát nagyon bízom benne, hogy évvégig akár 3 milliárd forint is összegyűlhet, és ez már egy olyan összeg, hogy ez már érzékelhető lesz azon, hogy az egészségi állapota, vagy legalábbis az egészség tudatossága a magyaroknak növekedjen. Ugye egy ilyen furcsa egybeesés, hogy Novák Katalin köztársasági elnök azt, hogy most hirdette meg a mozgás évét, és a mozgás évére való tekintettel rendkívül sok jó programot tudunk indítani, de tényleg, hogy ezek a programok szakmailag rendben legyenek, nem az állati, hanem ez a profi embereknek a feladat. Igen, tehát ez volt a kérdés, hogy a NETA bölcseknek mi a feladatuk, nekünk az a fő feladatunk, hogy ez a fölajánlott pénz a lehető legjobban legyen elköltve, tehát a lehető legtöbb egészségnyereséget tudjuk biztosítani a magyar embereknek, tudjuk növelni az egészségben eltöltött életéveket, tudjuk növelni a boldogságot. Ehhez
nagyon az látszik az adatokból, hogy a mozgásra oda kell lépni, a kisgyerekkortól kezdve az idősekig, és nagyon-nagyon jó, mert tényleg a gyerekektől kezdve a mozgásrecepten át az idősekig mindenkinek tud valamilyen mozgást, valamilyen élményt adó mozgást odarakni, amivel mi orvosok sokszor szembesülünk, hogy a ment a rendelőben mondjuk, hogy mozogni kellene, de hol mozogjon, mit mozogjon, és erre adnak most ezek a források rendkívül jó lehetőségeket. Nem baj, hogy egy pillanatot átveszek. Laci, arról beszélj még kettő mondatot, hogy a mozgást receptre program, hogy el, mert annak az ő fő felelős. Ez a 12. kerületben már gyakorlatilag teszt üzemben fut. Igen, 3 éve ott elkezdték, döntően a 2023 volt az, ami úgy a Covid után egy értelmezhető volt. Ott nagyon jól bejött, több száz ember csatlakozott hozzá, több száz páciens, az orvosok körülbelül fele csatlakozott hozzá, tehát szépen bemegy a köztudatba, hogy igenis és a mozgással lehet gyógyítani. Ez, amit szeretnénk kiterjeszteni, minél több önkormányzatot bevonni, minél több háziorvos bevonni, elvinni a szakmai információkat a háziorvosokhoz, a gyógytornászokhoz, a dietetikusokhoz, hogy mit és hogyan érdemes fölírni, milyen mozgásoknak milyen hatásai vannak, bevonni sportklubokat, bevonni sportlétesítményeket, ahol végre tudják hajtani a mozgást. Ha már ugye államtitkár úr említette Novák Katalint, akkor nyilván a mai napon azért nem kerülhetjük meg ennek a kegyelmi ügynek a kérdését. Arra kérem, hogy reagáljon erre az egész esetre. Egyetértette ezzel a döntéssel? Le kellene mondani a köztársasági elnöknek? A második felét a kérdésnek el nem is értem, de egyet azért hadd kérdezek vissza. Miért nem érti? Egyet hadd kérdezek vissza, hogy tudják-e, hogy, mert általában Magyarországon nem tudják, hogy a kegyelmi kérvénnyel mennyi időbüntetéstől és milyen büntetéstől mentesítette köztársasági elnök asszonya az elítéltet? Hát ugye házi őrizetben volt, és nagyjából még talán egy évet vagy kevesebbet kellett volna. Így van. 9 hónapot. Így van, tehát én is erről szeretnék, tehát ahogy a súlyát az ügynek kell megítéljük. Az urat már súlyos bűncselekményt követett el, mert hamis tanúzásra olló biztatás történt. De igazából, hogyha megnéznénk a köztársasági elnöki kegyelmeket, akkor valószínűleg az egyik legkisebb és hosszú évekre visszamennek. Jó következmények alól is mentesül. Magyarán innentől kezdve senki sem fogja tudni, hogy mit követett el, hogyha esetleg tanárként vagy pszichológusként dolgozik a továbbiakban. Szóval összességében továbbra is úgy látom, hogy az egyik legkisebb, tehát akit kegyelmet kapott, azok közül az egyik legkisebb hátralevő büntetéstől mentette meg köztársasági elnök asszony az ítélettel, és ilyen elképesztő összemosás van. Tehát az urat, azt még egyszer mondom, hogy nem pedofília miatt ítélték el. Ez egy, megmentett valakit, aki pedofil bűncselekményeket követett el. Tehát az a kérdés, fiatalokat. Az a kérdés, hogy mi miatt ítélték el, és mennyire súlyos a büntetés. Tehát a 3 év az egy súlyos büntetés. Súlyos bűncselekményt kellett elkövetni érte. Na de azért az igazán súlyos bűncselekményekért, és fogadjuk el, hogy a bíró döntött és helyesen mérlegelt, az igazán súlyos bűncselekményekért nem 3 évet szoktak kapni. Ráadásul a 2 évet, amit le kellett tölteni börtönben, azt az úr letöltötte. Én nem tudom megítélni, hogy a köztársasági elnök asszony mi miatt hozta ezt a döntést, csak azt szeretném, hogyha értékként kezelnénk a dolgokat. Tehát aki eddig kegyelmet kapott, az általában ennél jóval hosszabb büntetési tételtől mentesült, és az is fontos, hogy az urat azt nem pedofilia, hanem más ügy miatt ítélték el, kétségkívül egy pedofil bűncselekménnyel kapcsolatban. Önök Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkát hallották, és Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság alapítóját és elnökét, a NETA Bölcsek egyik tagját. Köszönjük szépen, hogy a programról beszéltek, nagyon jó elemei vannak. És reagált nekünk erre, köszönjük. Köszönöm szépen.